Mi Hazánk mozgalom eljutott arra pontra, hogy nem tűrheti szó nélkül, hogy lényegében tudatosan tönkreteszik, lezüllesztik a magyar gazdaságot, és ezáltal sok százezer vagy sok millió magyar ember megélhetését sodorják veszélybe. Ezért a múlt hét folyamán a Mi Hazánk megalapította, útjára indította a Mi Nyitnánk mozgalmat, ami azt jelenti többek között, hogy ilyen matricákat juttatunk el az ország számos pontjára, azoknak a vendéglátósoknak, akik ezt igénylik, és ilyenből már rengeteg van egyébként az ország minden pontjáról, hogy ragasszák ki a bejáratra, ezzel is demonstrálva, hogy a kormány most már tegyen valamit, most már tovább ne züllessze a magyar gazdaságot, tehát lényegében hagyják őket dolgozni. Már csak azért is, mert még járványügyi szempontból is logikátlan az az intézkedés sorozat, amely bezár például egy ilyen kis vendéglőt és egy multik által üzemeltetett óriás plázát nyitva hagy, ahol hatalmas tumultus alakul ki, tehát járványügyi szempontból jóval nagyobb a kockázat. A Mi Hazánk által életre hívott Mi Nyitnánk mozgalom azt mondja, hogy fokozatosan, ésszerűen kezdjék meg a nyitást, és ne ígérgessenek, hogy majd április, majd húsvét, mert ilyen ígéretekből már tele a padlás. Ezt most tegyék meg, mentsük még, ami menthető, hiszen a jövőnk a tét, és a gyermekeink jövője is többek között, mert évtizedekre kihathat, hogyha nem lépünk időben. És most át is adnám a szót Szilveszternek, aki érintett ebben az ügyben, hiszen ő üzemelteti ezt a vendéglátóipari egységet, hogy ő is mondja el személyes tapasztalatait. Köszönöm szépen. Üdvözlöm én is a sajtó megjelent munkatársait. Az elnök úr itt már az országos szintet azt hiszem elmondta, illetve elmondta a pártunk hozzáállását az újranyitáshoz. Kicsit mélyebben belemeltünk a vendéglátás gondjaiba. Nekünk nem segélyek kellenek, amit a kormány pedzeget, hanem segítség, mégpedig olyan segítség kell, hogy az éttermek, a vendéglátóhelyek, presszók, kávézók akár holnap ki tudjanak nyitni. Mindenki, aki reálisan látja és gondolkozik, tudja, hogy ezek a helyek, illetve az éttermek abszolút nem fertőződtek, mint a kaszinók, a tömegközlekedés vagy a plázák. Most megkérdezem én, hogy egy kaszinóba esetleg minden egyes osztás után a zsetonokat le fogják fertőtleníteni? Egy étteremben nemes egyszerűséggel könnyebben meg lehet oldani a fertőzés veszély megoldását, legfeljebb egy asztalt kiveszünk, 10 emberrel kevesebb van, de tudnak dolgozni. A vállalkozók tudnak munkát biztosítani az alkalmazottaknak, és a vendégeket is tudják fogadni, mégpedig azokat az embereket, azokat a vendégeket, akiknek igen nagy szüksége lenne már a bezártságból kiszabadulni, hiszen társas lények vagyunk, várjunk egy kis társalgásra. A kormány a családok, az emberek életével, egzisztenciájával játszik, mert mi van most a vendéglátás berkein belül? Bértámogatás az egyenlő a burokráciával, nem ember, hanem könyvelő legyen a talpán, aki eligazodik a mostani rendeletekbe, és valami úton, módon ugye jogosult legyen a vendéglátós arra a minimális csekély bértámogatásra, amit a kormány megígért. Már november óta, és most nagy felhangon bezengte, hogy előre kifizetik február végéig. Nem előre fizetik ki, hanem ott van az október, november, december, utólag fizetik ki. Addig ezek az emberek miből éltek, miből tudtak otthon a családjuknak kenyeret adni. Ez nem megoldás, ez a bérpótlék. Az árvatartó üzleteknek 100%-os bértámogatás kellene, illetve 100%-os járulék kedvezményt kellene biztosítani. 50%-ot azoknak az üzleteknek vagy nyitvatartó egységeknek, amelyek elvitelre tudnak forgalmazni visszamenőleg is. A bevétel nélkül hogy fizessünk bérleti díjat? Most, ha valakinek van egy kis helyiség, és azt kiadta bérletbe valamilyen célra, azzal lehet beszélni, hogy figyelj, nincs bevételem, nem tudok fizetni, vagy beszéljünk valamiről, kevesebbet esetleg. Ugye a kormány azt mondta, hogy aki a kormánytól, illetve az önkormányzatoktól
bérel helyiséget, azoknak nem kell fizetni. De most mi van azzal az emberrel, akinek van jó pár üzlet helyisége bérbeadva, és tulajdonképpen ő a bérleti díjakból tartotta fönt magát. Most a vendéglátós vagy az éttermes ugye nem tud bérleti díjat fizetni, mert nincs miből. De most aki bérbe adta, őnek is nincs bevétele, őt akkor kikárpótolja, vagy hogy legyen, vagy mint legyen. Mint legyenek ezek. Erre nincs semmi nemű utalás, hogy ezt hogy kellene, vagy hogy kell megoldani. A bankok engedjék el legalább a számlavezetési díjat. Visszamenőleg is a közületi szolgáltatók pedig az alapdíjakat engedjék el a zárvatartás idejére. Most január 1-től ugye a kormány behozott egy olyan intézkedést, hogy minden online pénztárgéppel rendelkező üzletnek elektronikus fizetési módot kell biztosítani a vendégeknek. Most a bankoknál körülbelül 5000 forint a havi bérleti díj. Aki jóhiszemű volt és arra készült, hogy minél hamarabb tudunk nyitni, ugye ez, akinek nem volt, az bérelte, megcsinálta, van. De most már 2 hónapja nincs bevétele. Akkor miből fizessen, vagy egyáltalán mire fizessen? Ezt is valahogy a bankokkal, a kormánynak egy kormányrendelet szintjén le kellene rendezni, hogy arra az időre nem kell. És itt van az árukészletünk. Amikor mi megrendeljük az árut, megkapjuk nekünk azt, azonnali hatállyal ki kell fizetni. Ennyi idő után ugye természetes az, hogy az áruknak a szavatosság ideje lejár. Kifizettem, áruk tönkre ment, mit csináljak vele? Hasznom nem volt belőle. Valami úton módon kellene kötelezni a nagykereskedelmet, hogy ezeket az árukat vegyék vissza, és azt a vállalkozó hadd tudja eldönteni, hogy most pénzt kér érte cserébe, vagy ha vége van a vírusveszélynek, fel vannak oldva a korlátozások, akkor árut kapjon cserébe ugyanabba a mennyiségbe. Amit a kormány ugye bejelentett intézkedési csomagot, hogy 10 millió forint kamatmentes hitel jár 3 éves törlesztési moratóriumban. Ez mind szép és jó, de ennek a nagy része mind a mikrovállalkozásoknak, mind a kisvállalkozásokat érinti. Itt meg lehet kérdezni meg én azt, hogy vajon kinek fog majd járni ez a pénz. Gondolom én a bankok felé valamilyen utol módon a hitelképességet igazolni kell. Ennyi idő után vajon ki az, aki hitelképes lesz? Illetve 3 év múlva mi lesz? Hogy fognak törleszteni, ha esetleg addig csődbe mennek? Ezekről van valami rendelkezés, valami jogszabály, valami előreláthatólag tervezés? Sajnos úgy látjuk, hogy ebből a vendéglátósok megint nem fognak kapni. Mivel fölvetődik ezek után, fölvetődik az a kérdés, hogy mivel a kocsmák, presszók, kávézók nagy része mind csődbe jutott, nagyon sokan vannak, akik már eddig bezártak, illetve be fognak zárni, akkor vajon a kormány be fogja jelenteni, amit majd fel fogunk tenni a parlamentbe kérdést is, hogy létrehozza a nemzeti dohányboltok mintájára a nemzeti italboltokat? Csak úgy megkérdezem. A kiskereskedőknek, a kisboltoknak a jogrendjéből kiveszi az alkoholárusítási jogot, átadja egy-két barátnak, akiknek megér és tudnak a kormány kezébe pénzt tenni. Vajon ez a hosszú távú terve a kormánynak? Nem tudjuk, hogy mikor, de szeretnénk rá válaszokat kapni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Amint hallható volt, rendkívül súlyos problémákkal küzdik ez a szektor, tehát sokkal mélyebb a probléma, mint azt sokan gondolnák, akik nem érintettek benne, de majd később érintetté válhatnak, hiszen, mint az előbb mondtam, az egész gazdaságra hat. Ami a lényeg viszont, hogy a Mi Nyitnánk mozgalom itt Esztergom városában is, ha úgy tetszik, megveti a lábát, és ennek keretében most át is adom Szilveszternek ezt a matricát, hiszen ő az illetékes, ő a fontos, hogy tegye ki ide az ajtóra.